Akkor én is visszaszerzem a területet. Szóval nem tudom vissza átadni Kaffának azt a területet, amit szereztünk most Etiópiától, mert benne vagyok ebben a hülye háborúban. És akkor ezt háborús helyzetben nem lehet megoldani. Nem tudom előni a Golden Érát, és annyira esélyem sincs rá, pedig most már a kultúra része rendben lenne. Csak nincs még egy, amit tudnék használni. Amit tudnék teljesíteni. Na most jól megszabotázolom a reputációját a franciáknak. Ez nektek! Csigajevők! Biztos nagyon, nagyon rossz érzés volt nekik. Ez nagyon fájt nekik. Biztos vagyok benne. Jaj, ez a háború nem halad. Ez a Karakonyulu-Mazandarani háború. 7% az állás. Pedig már Kaffa is elment. Érted? Kaffa elment Karakonyuluba. Ott foglalgatja a területeket. Legjobb. Kösz Kaffa. Meg mindannyiunkért harcolsz. Még mindig nincs vége, de kivettem Mazandarant a háborúból. 65 aranyat kapok belőle. Hát, nem ebből fogok meggazdagodni. De Mazandaran lekerült a háborúból, akkor már csak Karakonyulu van, azt meg csak tán meg tudják nyerni. Bocsásson már meg az Úristen, hogy ilyet kérek. Valaki még akarsz barátom lenni? Azsurán szeretne. Mit szólsz hozzá, Ádi? Nagyon jó ötlet. Vannak még inkák, ők is szeretnének a barátaim lenni. De jó ég, Brazília tök nagy. Most már látom. És így sem akar, így sem tudta megállítani a spanyolokat. Jó, mert mondjuk ezek a ennek a területnek nagy része Wasteland. Ezt is hozzá kell tenni. És ő is szövetséges a briteknek. Mi tök jó. Kis szinergia. Hát igazából én nem tudom hogyan tovább. Mert hogy véget ért a Karakonyulu imperialista háború. És szerzett egy csomó területet, az oszmánok szereztek egy csomó területet. És kapunk 73 aranyat belőle. Fucking Discord. És egy csomó favort az oszmánoknál, úgyhogy az oszmánok már nem lesznek az ellenségeink. Remélem. Most felviszem 80-ig, sőt felviszem 86-ig a barátságunkat. Úgyhogy most már ők nem fognak ellenünk jönni. Elvileg 80 fölött a gép már nem trükközik. Ez nekünk elvileg jó, gyakorlatilag whatever. Tehát ezzel nem leszünk beljebb innentől kezdve, mert az oszmánok nincsen közvetlen szomszédságuk a spanyolokra. A lengyelekre van, és a lengyeleknek adhatunk területet tőlük. Ennyi. Ennyi előnye van a dolognak. Anyád! Bár, bocsánat. De mivel küzdesz ennyire? Azzal, hogy jött egy esemény, hogy az 1300 dukátomból vagy elvesz 800-at, és az amírok lojálisak lesznek, mert velük van baj, vagy ignore them, elveszek egy stabilitást, és az amírok 28%-on lesznek. Figyelj, 3 stabilitáson vagy. Jó, csak az amírok már nagyon durcissak. Őket ki tudod engesztelni, nem? Hát, bárki tudná. Diétával. Nem tudom, még 702-ig. Oké. Okay. Nem, hogy annyira szörnyes, nem baj, hogyha nálam is durcásak. 38%-on vannak most, és Land Maintenance Modify plusz 5%, meg Land Manpower Recovery Speed minusz 5%, ez... Nem nevezném túlságosan Game Breakingnek. Rossz, meg persze tök rossz, hogy szomorúak. De én szerettem az amírok. Na, végre jött egy jó esemény, a Nemzeti Bankos esemény. Na. Az adott mindent is. Hát most már, hogy nincsen amúgy... Csak egy aranybányám. Most már
Most már az infláció rendben van. Tehát azt kezdtem elmondani amúgy az előbb, hogy nem tudom hogyan tovább. Ugye... Aha. Mindjárt mondom, csak most már tudom a területet kaffának. Amit úgy hívnak, hogy Davarro. Tessék, have fun. Election in the Kingdom. 3-4-3. De kár, hogy szövetséges Mahra. Az oszmánokkal kellene a szarv. Mhm. Uh-huh. Liberty Zairin subject plusz 5%, mert egy pöcs az uralkodom. Jó, mindegy. Mindegy, nem érdekes. Tehát hogyan tovább ez a kérdés? Mert hogy... nekem, ugye nyugatra vannak a spanyolok, franciák. No. Keletre van... a mamelukok. És kész. Uh-huh. Kaffát még be tudom integrálni. Délre vagy te. Északra Marokkó. Ezek közül egyedül Marokkó az, akivel meg tudnék küzdeni, de neki a szövetségesre Ausztria és a mamelukok. Közben Spanyolország a véget ért a békém, úgyhogy van egy tippem arra, hogy hogyan tovább. Ó, Istenem. De akkor is. Nem tudom, hogy most... Tehát, hogy most mit csinálok? Nyilván azt lehetne megpróbálni, akkor kivédekezni. Tudod mit? Építek egy csomó olyan cuccot, ami ad nekem manpowert. Mert szerintem az egyik para az, hogy mindössze 64 ezer a manpowerem. És van pénzem, úgyhogy most arra fogjuk költeni a pénzt, hogy a manpowert fellőjük. Meg a trade-et egyébként. Szóval manpower az a training field. Csak a legnagyobb is 1250-et fog adni, de általában ilyen 500-at, 250 aranyért cserébe. Uh-huh. Tehát most építettem vagy ennyit, 1, 2, 3, 4, 5-öt, ez kb. Fog nekem adni max 6000 manpowert. Ez egyszerűen nem valid előny. Igen. Fel fog menni 64-ről 70-re, ha szerencsém van, de lehet, hogy még amúgy kevesebb. Ó, oh, már mamelukok megint háborúznak az oszmánokkal. Pont jókor. Mert most akkor a mamelukok nem lesznek elérhetőek. Neked, az oszmánok meg be nekem. Mahra ellen. Úgy gyorsan kéne oda fabrikálni egy... klémet. Most az oszmánok nem védenek meg, legalább a britek ott vannak. A britek háborúznak, a csinok és apacs. Jó, az talán nem fogja megfogni annyira az országukat. De minek háborúznak a csinokkal meg apacsal? Nincs is ott területük. Csak Mexikóban van, meg Dél-Amerikában területük. Furi. És erre ránézek gyorsan. Nem, nincs. Valószínűleg behívta valaki őket. Hol vannak az apacsok? Nem is látom az apacsokat. De nincs is szövetségesük annyira az angoloknak, hogy van. Szövetséges... Lovagok, Brazília, Kelet-Frízia, Irokézek, akkor az Irokézek hívták be őket, és Mali. Ausztria feltámadt a hanvaiból viszonylag. Nem tudom, láttad-e? Nem, nagyon el vagyok most erre felfoglalva, de tényleg. Magához mérten eléggé el van. Talán, ha megszüntetném a szövetségemet az oszmánokkal, akkor össze tudnék szövetkezni a mamelukokkal. Uh-huh. Úgy utálnak a spanyolok. Ajajajajaj. Hirtelen mínusz 140. Once your provinces mínusz 200, oké. Okay. Come on. Melegszik. Oh boy. Yes, bye! Hú, oké. Okay. Az oszmánok már többet nem vagyok barát, mamelukok az új barátaim. Nagyon jó. Hát mondjuk annyi, hogy ugye nem tudok, tehát a lengyelekkel szemben ilyen tökéletesen nem fog tudni úgy kilépni egy háborúba, hogy a lengyelek kapnak területet. Viszont így gyakorlatilag egy egyesített Afrika van innentől kezdve. Ne! Ez a paraszt!
Mahra visszaadatta az urámból izének, Mazandaránnak. Elhiszed ezt? Wow. Azt nem is lehet két területet egyszerre átadni. Azok nem lázadók voltak? Nem. De nem tud egyszerre két területet átadni. Azok nem lázadók voltak, háborúban voltak. Ja, hogy úgy? Hát az már inkább. Na jó, oszmánok, bye! Tök jó, hogy itt voltatok, meg tök jó barátok voltunk, csak mi jó lett volna, hogyha ti is jó kártyát húztok. Istenem. Az oszmánok egyáltalán megvan nekik ez a módosít? Vagy nem az oszmánok, a mamelukok azok lakik? Aha, mamelukok lakik. Igen. Amikor azt mondtam, amikor azt állítottuk be, hogy legyen random, akkor nem arra számítottam, hogy ugyanazoknak az a nagy országoknak adja, hanem, hogy tudom igen. Én, Memmingen, Max Dánia, Svédország nem is létezik már, ki tudja mióta. Igen. Az oszmánok szeretnének a szövetségeseim lenni. Ez mondjuk elég jól hangzana, csak akkor biztos megutálnak a mamelukok. Igen, valószínűleg igen. Így... Pedig de jó lenne. Így is billeg náluk egyébként. Mert hogy ők meg ugye a szövetségesei Marokkónak. Aki meg utál. Nem egyszerű ez a politika. Most már megvárom, megvárnám a rész végével egyébként a következő institution-t. Nem tudom, te hogy vagy vele. Várj egy pillanatra. Igen, megvárhatjuk. Jó, egy év. Csak. Már ha egyetlen leszpónol. Az se biztos. Csak ezt most megtámadom Mahrát. Ugyanis az oszmánok nem lépnek be. És itt nincs kázusz bele. Jó, egy napot. Most nézem az Age of Revolution-t, hogy ott lesz tereme majd babér, hogy esetleg a Golden Era-t belőni, de nem. Lesz a parlament, ami nyilván nekem nem. Lesz egy emperoros, amitől szerintem én messze vagyok. Lesz egy powerful subject, ami kaffa talán, nem tudom mi pontosan a szám. High discipline, ami azt hiszem 120, szóval az sem. Large capital, amit meg lehet csinálni, csak nagyon nagy befektetés. Egy great leader, ami azt hiszem, hogy... Az nem is tudom, hogy milyen leadert kér. Nem tudom, hogy milyen generális számít greatnek. És egy control institution, ami szintén nem. Szóval... Erre sincsen sok esély. Ne viccelj, már rám lázadtak. Elmentek ti a... sunyiba. Hát legalább pont ott volt egy sereged, nem? Ja. Az is valami. Valaki még akar így új, az új változattal, ez új, új világrenddel a szövetségesem lenni? Balukisztán, Makra, Oszmán, az oszmánok nagyon szeretnének. Hát, ha a mamelukok most megverik annyira az oszmánokat, hogy nem lesznek riválisai egymásnak. Akkor... Szép lenne. Akkor lehetne ilyen safe bet az oszmánok. Mert most úgy tűnik, hogy a mamelukok nagyon meg fogják verni az oszmánokat. Annyira nincs is kérdés. Inkább mennyire lesz a kérdőjeles. Felmentünk 70 ezer manpower-re, ahogy ez sejthető volt, de hát ez... Ez továbbra is azt mondom, hogy ez semmi. Építhetnék erődöket egyébként. Esetleg... Ez fogja azt, az fogja azt. Ide. Kumasziba építenék egy erődöt. Akkor azt fel tudnám fogni nagyjából a bérkezőket. Jó, építek ide egy erődöt. Egy hatosat... Csak annak már a fenntartása is 3 arany. Ugye vannak ezek, hogy... obsolete. Ezt nem nagyon beszélünk róla, de nem csak annyival kevesebb egy erőd,
vagy egy castle a Starfortnál, mint amennyit így ír, hanem még kap minuszt is arra, hogy obsolete-nek számít. Ez így... Tudjátok, hogy ezt is figyelembe kell venni. Jó, jövőre én veszek is admint és military tech-et. Diplomból meg továbbra is le vagyunk maradva, mint a rohadt élet. Oh, ez az. Nagy-Britannia kértőröm térképet. 10 prestízsért. Prestízsből én nem vagyok túlságosan jól elengedve. Az a helyzet. Hát most nekem is 15-öm van. Én erre a Transatlantic Slave Trade-re megint egy nemet mondok, mert nekem mindegy, hogy a spanyolok mínusz 200-ra vagy mínusz 200-ra utálnak. Uh-huh. Enlightenment! Here he comes! Hova jött? Lássuk. Az utolsó. Brémába! Szóval még az északi részére az egésznek, és... Persze, hát hogy ne. És terjed-e már? Amúgy elég sok helyen nekem elkezdett terjedni. Csak valószínűleg nem túlságosan. De hát végül is terjed. 0-11, annyit ad a... az egyetem. Plusz még a fővárosban 0-43. Az a, hogy a fővároson már veszélyesen közel van a spanyolokhoz. Build manufactories. Hány manufaktúrán van? Erről is feledkeztem egyébként, erről a cuccról. A küldetésről. Viszont itt van egy küldetés, amit tudnék teljesíteni. Úgyhogy let's do that. Jaj, de nem ezzel, nem ezzel. No! Ezzel. Így. Ez 6, és akkor így lesz 82. Igen, meg lesz a 80 ezeres hadseregem. És az ad nekem 25 évre Manpower Recovery Speed-et és Yearly Army Tradition-t, amivel mind a kettővel kitörölhetem. Aztán pedig a Unite Home Region, amihez meg kellenének olyan területek, amiket befoglaltak a spanyolok. Cool. Cool. A Dominating Trade-re esélyem sincs. És a Build Manufacturers pedig nem tudom, hogy állok. Hány manufaktúrán van. Azt mondja, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát még 12 manufaktúrát kéne felhúznom. Hogy ez meglegyen. És ez egyenként... Ez kap 10-et, igen. Egyenként 420 aranyba kerül. Nem, van ahol csak 320. Szóval az 3200... Nem azt mondom, ki tudnám fizetni, csak nem szívesen. Meg is van a Mission Fulfilled. Cool. És a Unite Home Region pedig elvesztettük, mikor a spanyolok így megjelentek. Kb. Akkor. Na jó, készen állsz, Ádi bácsi, hogy véget vessünk ennek a résznek? Hát egy pillanatra még rendezkedhetek? Persze, csak kommentáld is. Jó. Nézzünk addig téged úgyis. Mármint a te területed viszem a kamerát. Makrába átmentem az arab félszigetre. Jó menő. És ezt meg is próbálom gyorsan bevarázsolni. Szerintem, hogyha elfoglalnám a fővárost, az nagyon jó. Akkor el is kérhetném, amire szükségem van. Szeretném ezeket ide adjátok, adjatok pénzt. Hú, de sok pénzetek van, ó, ez kéne. Na jó, akkor elmegyünk a másik erődér is gyorsan. Bocsánat, nagyon gyorsan. Még nem vigyorognék, belépnének az oszmánok gyorsan, de még tart a háború, úgy látom, szóval... Bízunk a legjobbakban. Azt hiszem, igen. És Azuram, nézd meg, egyébként elfoglalt a Mazandarántól azt a két területet. Annyira szeretném visszafoglalnám, de nem tudom, hogy csinálja. Tehát, hogy Mazandarán oldalán most nem lép be senki, vagy mi van? Lehet. Statiszteknek. Oké, a statiszteket erősítsük. Sure. De most kiírod erre, hogy új királyunk van, én felruglak. Nem írja ki. Jó. Nézd meg, amit Oké, megszületett a béke. Mamelukok megkötötték a békét, és szereztek két területet.
Gyerünk, 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 gyerünk. Ne, nem vette be. Nem kötnétek meg? Mennyire nem kötnétek meg? Kéne az az erőd. Már lázadóid is vannak. Tudom, de egy tik, egy tik. Jó. Miért nem látom, hogy hogy haladsz az ostrommal? Nem írja ki a játék. Csak hogyha rákattintok közelről. Nem lett meg, az? Nem, nem lett meg. Gyerünk, do it, one more. Itt most meg lesz. De miért nem írja ki? Nem vagyunk szövetségesek? Szövetségesek vagyunk, nem? Nagyon remélem. Ja, szövetségesek vagyunk, és mégsem írja ki. Hogy állsz az ostrommal? 57. Azt látom, csak maga... Megint 71. Ja. Nézd meg. Ja, ja. I know. Nagyon sok butaságon kell változtatni az EU5-re. És ilyen frusztráló butaságokon. Mert nem leszünk jobban. 71-el megy és gyerünk. Jó, megvan. Azt akartam mondani, van egy kolonistám, akit nem tudok kiküldeni hova, de hát dehogy nem tudom. Dél-Georgia, vár. Gyönyörű tengerpartokkal. Csak kell egy hajó, ami oda is viszi az embereket. Nice. Jó. Nem, mint hogy be tudnám magosítani, de... Hát az a következő részre marad. Köszönjük a figyelmet. Most igen. Már olyan hosszú ideig vettünk, hogy most már január eleje, közepe van. Karácsonykor kezdtük, karácsony után, és most már január van. Úgyhogy élvezzétek a... Nem tudom, mit élveznek az emberek januárban, de azt nagyon. És köszönjük szépen a figyelmet. Innen folytatjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hello, hello. Sziasztok.